Na, szép napot kívánok mindenkinek. Tudom, hogy a hétfő reggel az nem szívűs csücske, vagy az senkinek sem a szíve csücske, de én itt leszek, itt vagyok, és befejezzük ezt a szart a háttérbe, itt mögöttem már látszik, hogy itt így van. És hát igazából tartam, eddig tart, mert bemelegítésnek jó lesz így hétfőre. Holnap délelőtt attól függ, hogy meddig fognak szöszölni az internet upgrade-del, hogy mikor túl tudok esetleg beülni, vagy ha egyáltalán be tudok. A szerdán viszont valószínűleg nem leszek délelőtt. Viszont az estéket, az esti dolgokat, azokat szerintem megnyomjuk minden estére. Úgyhogy majd kisakkozzuk, hogy mit, mikor, hogyan. Melyik képet szoktuk ide használni? Ezt, ugye? Így ülök át odalent. Így tökéletes. Pont így. Nem tudom, hogy voltak-e ilyen bugolódós kérdések, vagy nem. Egyelőre folytatjuk ott, ahol abba hagytuk, mert ez a szerencsétlen, ez így nem nagyon akarja megadni magát, viszont nekem van egy olyan elképzelésem, hogy mi van akkor, ha az neki a kínja baja, hogy itt így ez az elem, ez így nem leolvasztva innen. Megpróbáljuk így. Hát, ha így elérünk valamit. Hogy volt? Így volt. Írták, kérem szépen, írták a izénél a hivatalos nem tudom, Steam-es izén, hogy hú, jönnek a nagyobb hajók. Úgyhogy jönnek a nagyobb hajók, tehát hogy elméletileg nem csak típusra, hanem majd méretre is lesznek még ennél nagyobbak. Úgyhogy rohadt kíváncsi leszek, hogy mit fognak még belerakni a játékba. Nem, én úgy tervezném, vagy úgy gondolnám, hogy nem fogom addig farmolni a pénzt, meg az eszközöket, így ameddig nincs meg a kép előttem, hogy mennyi lesz még benne a tartalom. Nem tudom, elméletileg nem DLC-kről van szó. Legalábbis egyelőre úgy nézett ki, mintha nem arról lenne. Úgyhogy majd meglátjuk. Hoppá, itt anyagok vannak ehhez sorra, kérem. Bár igazából az se feltétlenül van nagyon nagy baj, ha DLC-s tartalom lesz, vagy lenne. A lényeg, hogy pakoljanak még bele, mert alapvetően nem egy olyan nagyon durván sok az a cucc, ami jelenleg benne van. Attól függetlenül, hogy azért szenvedünk vele egy ideje. Oh, goddammit, ez még középen is meg kell oldozni, vagy fel kell oldozni. Hát lássuk, hogy mikortól lehet. Ezt nem tudom, hogy egyben elviszi-e innét, vagy nem, vagy ez hogyan van. Megpróbálom ezt innét kiszedni, hát ha akkor jobban látjuk, hogy mekkora a projekt ott hátrafelé. Mert hogy őszinte legyek, azért nem nagyon akart összedőlni. De majd megpróbálom alulról teljesen lebontani, és akkor talán van rá némi esély, hogy... Aha, ezt így ilyen rohadtú darabokba kell, hogy elnézem. Vagy a rossz sem tudja, mindegy. Ha ez innét elmegy, akkor már egy kicsit többet fogunk látni, mert hogy a... Várjál már. Te én azt nézem, hogy ez a rész itt le van szedve. Miért nincsen elszállítmányozódva? Ha? Look at that. Kimaradt, srácok, kimaradt, nézzetek már. Hát azonnal nem lett lepakolva. Hát ezt bebakisztam, de hogy konkrétan ez végig itt volt és el lehetett volna így rántani. Fura fura ez az elem. Na mindegy. Aja, hogy egybe kikapta. Jó van akkor. Kapja ki azt onnét egybe föntről. Jó van, bízizzé. Vigyed már. Szutty. Hát így se rossz, bár ez így szar. Elviszi azt, elviszi ezt. Hol vagyok? Így van, elvitte tökig alulról, ide, innen leglentebbről is. Tehát elviszi az egészet. Hogy, nagyon jó. Akkor itt már nagyjából fogjuk látni, hogy
hol kezdődik az eleje és hol ér véget a... Ajzé. Így van. Hát ezt azért darabig még püföljük szerintem, mire itt ez így hajlandó lesz összeborulni, de kezdjük az elejével, ez így most külön van. Nincs már úgyse több olyan cucc. A taskok azok, vagy a kontraktok azok már kész vannak. Úgyhogy azzal már elméletileg itt nem lesz probléma, csak sok benne az anyag és azt még azért úgy le kell pakolni. Összedül? Nem, természetesen nem dől össze. Lehet fűrészelgetni is. Az a baj, hogy nem pénz miatt nem tudok fejleszteni, hanem anyagiak miatt. Mármint, hogy nem pénz miatt, hanem úgy anyagiak, hogy materiális anyag. Tehát, hogy így elbasztam a dolgot, és amiatt nem volt hajlandó megadni ugye a cuccot, de hát én basztam el, úgyhogy végül is nem mutogathatok senkire. Ki lehet innét jutni valahogy? Éppen mivel? Úgy, hello. Hát teljesen mindegy, honnét ütögetem, ahogy elnézem. Az gyönyörű volt. Aha. Hát folytassuk innét, onnét, mindenhonnan egy kicsit megkalapáljuk, hát gondol egyet, aztán összerogyik. Bár mondjuk már most már nem bízok benne. Csak annyi, hogy most már legalább azt látom, hogy hol tartok. Wow, ott egy lépcső, az úgy gondolta, hogy akkor ő elköszön. Ami nem feltétlenül rossz. Most egyelőre egyébként nem bugos, bár mondjuk nem tudom miért frissítette a Visual CC-t, tehát hogy indításkor elkezdte frissíteni a Visual CC 2005-öt, vagy mi a faszom az, és így na, elkiabáltam. Fogalmam nincs, hogy miért csinálta, tehát hogy esküszöm, ötletem sincs. Ó, itt több mindent is sikerült levadászni. Egyébként, ha valaki kérdezné, így hétvégén ugye meglátogattuk a Balatont. Ú, de jó volt. Egyébként nagyon-nagyon jó volt. Aha, véletlenül is se dőljél össze. Ne, össze se szedd. Hideg volt már egyébként, hogy őszinte legyek, így a víz, de amúgy nagyon hangulatos volt, hogy nagyon kevesen voltak. És ebből kifolyólag itt tök el lehetett lenni. Várjál, oda be tudok jumpolni. Jump! Game successfully saved. Ah, de jó vagy. Supsz! Várjuk, innét is széthet. Mi baj történhet? Hát, ha összedől. Nekem az nem tetszik, hogy egyszerűen nem akar összeborulni. És nem tudom, hogy ezek az oldalsó részek, amik elméletileg illesztékek, hogy ezeknek van-e hozzá köze, vagy nincs. Fönn akad? Nem akad fönt. Nagyon jó. Az, hogy mindig én saját magamat baszom, hát már rájöttem, mindig elfelejtem, mi volt a technika. Hát nem ez. Most legalább a falak is leestek. Attól fosok, hogy ezek a cuccok itt fönnmaradnak, akkor mi a szar csinálok velük? Hát csak nem maradhatnak fönt. Toltsuk ki az egészet lentről, aztán majd lesz valami. Sok ilyen direkt felezett válaszfal, az nem könnyíti meg a helyzetet.
hogy ezzel a streammel együtt, hogyha a sikerül úgy a bontást intézni, ahogy terveztem volna, vagy ahogy tervezném, akkor elméletileg a jelenlegi tartalom mellett még 4 epizódra tudom szétszedni, ha úgy tudunk haladni, ahogy gondolom, vagy ahogy merem gondolni. Ez csupán attól függ, hogy ugye a szerszámaink és a hajók mérete mit fog lehetővé tenni, mit enged. Könnyen előfordulhat, hogy azzal benyalok, hogy nagyobb lesz a cucc, mint gondolnám. Emellett a következő az valami 8 szintes cucc, tehát ez nem hosszában nagy, az úgy magasságra. Gyere le! Én ennél jobban is lejöttem volna, de nem baj. Hogy, de valamikor tud futni, valamikor nem. Érdekes. Na, püföljük tovább. Ó, te jó Isten. Igen, itt a falakkal lehet, hogy baj lesz. Ezek nagyon fönt fogják tartani a témát. Na. Főleg így. Vagy balfasz, ezt nem találja el. Az okozhat némi problémát. Egyébként azért késtem egy ilyen negyed órát a magamhoz képest, mert... Igen, tehát azért csúsztam meg, mert... Megint beindítottam a reggel a mosógépet, ami nem végzett, és így elmondom, hogy gyorsan megvárom már. Ebből kifolyólag ugye gyorsan kiteregettem még mielőtt így elkezdtem volna. Így már nem fenyeget az a veszély, hogy berohadna a ruha, és emiatt szünetet sem kell tartani. Ami végül is nem egy utolsó szempont. Haladjál már. Nagyobb már nem is lehetett volna ez a cucc. Annyi szegecs van, beszarsz. Úgy, meg úgy, és akkor most az a trükk következik, hogy alulról is megint szétverünk mindent. Ez a másik oldalon is. Meg a másik oldalról is. Nagyon sok mindent kéne itt szétütni. Elpróbálkozunk vele. Meglátjuk, hogy ez a technika ennek a hajónak az esetében beválik-e. Illetve van-e rá esély, hogy össze lehet dönteni. Ó, az mi volt ott? Némi hulladékos anyagos. Hú, bazd meg. Hát igen, ez így lehet, hogy probléma. Ezt a felét már itt leválasztottuk, szóval elméletileg... Ja, itt azóta se férek át, remek. Így. Szóval elméletileg, ha ezt itt végig püföljük innét is, onnét is... Valahogy. Így, meg így valahogy. Hát, ha elérünk vele valamit. Mondjuk, hogyha tényleg az alja eltűnik, akkor elméletileg nem válhat meg. De meglátjuk. Én abba bízok, hogy... Itt már volt olyan rész, ami összeszakadt azért magától. Tőlem. Így, egyelőre jó. Bazd meg. Éj, batnáj. Ahogyan a darusunk mondaná. Az ott hogyan van külön? Fura.
Nem mindegyiket választja úgy szét. Hú, bakker még itt is. Hát szétgyepálunk mindent. Mondom, abba bízok csak, hogy a hegesztett fal szerkezetek azok azért egy idő után megadják magukat. Aztán összedől. Most már azért egy ideje püföljük, talán lesz némi esély rá, hogy történnek majd dolgok. Bár ennek ugye még van egy alsó szegecselt része is. Tehát így a felszín alatt ugye van egy ilyen dupla lemez, tehát dupla lemez az alja. Istenem, és még ez a rész is. Ritmikus. Na és most lenn is. Éjjel már, srácok, éjjel már. Mert hogy miről beszélgessünk. Na, let's see, what happened. Hát itt történtek dolgok, de nem feltétlenül az, amire számítottam. Ellenben nem is feltétlenül hátrányos, mert hogyha megnézitek, akkor itt már csak az alja van. Úgyhogy itt az alját kitakarítjuk. Szia Petra! Így kitakarítunk szépen frankón, így mindent. És utána végig püföljük a legalját is. És ha a legalja eltűnik, én szerintem akkor összedül. Magábbis bízok benne, Terra fölrakta a netre, de én nem akarom megnézni. Mizui! Hát figyelj. Mostam, reggeliztem, sétálgattam, minden fassa. Úgyhogy most már csak kockulás. Mert megtehetem, mert felnőtt vagyok, hehehehe. Hopp, itt a lépcső is összefosta magát. Szutty. Még gyógyítom az ujjam. Ez kiváló játék hozzá, meg kiváló lehetőség. Ha, itt döltek össze falak, de hogy miért, azt nem tudom feltétlenül. Milyen volt a Balaton? Hideg egyébként, hideg volt elsőre. Aztán utána mindig jó, utána mindig tök jó lett.
hogy utána az úgy megszokja az ember. Itt dőltek össze falak, de hogy miért csak néhány helyen? Érdekes. Hidegnek hideg volt, de legalább nagyon kevesen voltak, tehát tényleg borzasztó kevesen voltak, tehát így a, így voltunk pár éve szezonban ugyanitt, így ha nem mentél le reggel és nem voltál ott estig, akkor az esélytelen volt, hogy neked jusson hely. Így azért nagyon király volt, hogy tényleg lementünk tudom én, 9:30 felé a partra, a szállás az ilyen 5 percre volt gyalog. Na jó, legyen 10, de ahhoz lassan kellett menni. És akkor utána fogtad magad, ledobtad oda magad a partra. Általában kint voltunk, ott ebédeltünk a parton. Mert tegnap is, meg tegnap előtt is így volt. És akkor ott is mindig volt hely. Nem is volt olyan veszélyesen drága a kaja ahhoz képest. Úgyhogy tök laza volt. Hát sajnos úgy alakult, hogy ugye idén nyáron csak ez az egy alkalom jött össze így normális keretek között, meg normális időbe. Úgyhogy majd jövőre megpróbáljuk kicsit sűrűbben megejteni ezt a lehetőséget. Én már vagy 4 éve nem voltam. Hát igen, nekem is most ez így... Várjál, hogy is volt? 3 éve... 3 éve voltunk, azt hiszem. Minimum 2, és én előtte csak ilyen fesztiválos hangulatba, tehát hogy mitől lementünk így a haverokkal valami koncert, fesztivál zére, és akkor ott zűlöttünk. Alsőörsön voltunk, meg Balatonszemesen, meg ilyenek, ami eléggé karakterisztikus zéken, tehát így a Rock Balatonon voltunk, vagy mi volt annak a Rock Part volt már a neve, nem Rock Balaton. Meg a mostani, ami már Tábor Fesztivál volt, ugye azon voltunk, akkor az még Sörolimpia volt. Csak aztán azt nem engedték, nem hagyták jóvá azt a nevet 10-faszom-hány év után, de ez most lényegtelen. Ezen így kaptam új ruhákat, voltunk shoppingolni. Juhú! Az mindig jó egyébként. Sokat, tehát ez mindig úgy hozzá tud adni az emberhez. Ugye a magabiztosságához, meg ugye egyébként is, hogy egy kicsit változatosabban tud esetleg, az mindig jó dolog. Nekem se ártana néha, de az a baj, hogy én nem vásárolok változatosan, tehát 3 trikóra, 1 rövid nadrág, 1 hosszú nadrág, 5 évig jó kész. Férfi pólókat. Hát, hogyha az ad hozzá az önbizalmathoz, most én aztán hozzá nem... Én ebben nem szólok bele. Na. Úgy. Úgy. De egyébként általában én is férfi pólókat szoktam venni, ha ez így esetleg meglepetés. Megsülök tesin voltunk. Az jó dolog. Új, nagyon jókat úsztam. Meg levitte Fater ezt a új őrületet, vett egy ilyen szapot. Így hívják. És... azzal nyomtuk, gyerek fölült elém, én meg mögötte térdeltem, és akkor mentünk, mint a szél. Csak hát ugye nem mostanában kajakoztam utoljára, és ez a mozdulat ez úgy az addig oké, hogy reflexzerűen be van égve. Csak a test az már nem igazán úgy reagál, ahogyan anno, 15 évvel ezelőtt, na jó, 13. Aztán van némi izomlázam. Telefői pólókat hordasz, így úgy látszik, mintha a crop top-ba lennél. Pedig egyébként ez rendes izé, tehát hogy így nem tudom. Nem fordítva vettem föl. Crop top. Beszarás. Na lát, próbáljuk meg hát, ha összedől ez a szar. Aha, valami lesz. Hát... aha. Hát az az igazság, hogy az alja összedőlt.
De a tetejével még vannak bajok. Hát akkor még tovább püföljük, hát. Das ist gut. Van baj. Sose végzek ezzel a hajóval. A többi az eddig sokkal könnyebben összedőlt. Mondjuk jó tény, hogy ezt numcsiztam tegnap este Bálinttal, kikészítettem, meg van vele vádva. Szép. Nem semmi mutatvány lehet. Tegnap aztán mondta, lehet Daninak igaza volt, a nőkért csak a bajban. Hát igen, így van ez. Kinek milyen tapasztalatok jutottak, de mindenki saját élményeiből táplálkozik, az a baj. Most így, igen, én is. Sajnos. Póró tudtam járni a kapcsolataimmal, úgyhogy nem. Nem feltétlenül a jó értelemben vannak tapasztalataim. De hát ezért van, ez teljesen egyénfüggő. Ide hogy az ördögbe fogok innentől átjutni? Juhuuu! Így. Tökéletes. Opa, de itt már nincs padló. Jézus Isten. Aztán mondtam neki, hogy ne hallgasson rád. Meg hogy te nem mondjál ilyeneket, mert baj lesz. Ajaj! Mindenki be van fenyítve, úgy érzem. Mindenki be van fenyítve. Miért nem akar ez a szar összedőlni? Az egész cucc jelenleg lebeg. Nem is ezt kéne ütni, várja, egyel alatta. Na jó, menj innét. Az igen. Szutty. 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 Összeporszívózunk. Kidobáljuk innén a cuccot. Aztán meglátjuk, hogy ha leütöm a belső részt is, meg a padlót, akkor vajon mi lesz a továbbiakban a forgatókönyv. Az lenne a tuti, ha ez az egész megindulhatna. Ó, itt már vannak azért bajok, és nézd meg, nem dől össze. Ja, jó, de mondjuk itt okkal nem dől össze. A padló az már egy-két helyen elég szépen megadta magát. De ez a kurva vász szerkezet, ez kegyetlen. Akkor mit fog csinálni, ha nem szakad magába? És már nem fog tudni főmászni se. Ezért ezeken a rácsokon mászkálni nem biztos, hogy feltétlenül életbiztosítás. Jó. Az mondjuk pozitív, hogy az alja már teljesen összedőlt. Tehát, hogy igazából, hogy mi az Isten tartja, arra nem mernék nagyobb téttel fogadni. Aha. És nézd meg, ez nem szakad be. Ja. Ja, nem, várjál. Pedig ez végigment. Ó, te jó ég. Ó, te jó ég. Ez így... Határozottan okozhat némi problémát. Hőben meg... Hibet nahi. Amúgy mennem kéne, mert mindjárt itt a tanár, de nagyon nem izgat. Az baj. Ilyet nem mondunk streambe, mert akkor baj lesz belőle. Nekem. Nem tudok bemászni itt. Miért nem? Akkor leverjük innen a padlót. Csinálunk másik bejáratot. Hát, nagy dolog. Hé! Scheiße. Majdnem jó volt az elképzelés, csak... Amiről beszéltem, hogy ezeken a szarokon mászkálni nem feltétlenül lesz egyszerű.
Mondjuk ez a középső sín, ez itt tök jól el van. Igaz, hogy semmi nem tartja két oldalra, de... Jó, az nem igaz, hogy semmi, de... Némiképpen semmi. Fura ez nekem. Majd akk megyek, ha itt lesz, de aztán majd még jövök. Jó van, hát szenvedek, csinálgatom ezt a dolgot, aztán meglátjuk, hogy meddig jutok vele. Én úgy gondoltam, hogy ma befejezem ezt a hajót, de lehet, hogy ez a hajó nem gondolja így. Ami nem feltétlenül jó. Igazából már réges-rég nem kéne így ütni, csak kell valamennyi. Hoppá-hoppá! Itt így tűntek el dolgok. De ott meg még mindig nem. Jó, semmi baj. Egyszer tuti beszakad alattam az egész, na mindegy. Hes. Aztán este tovább folytatjuk a snowrunnerezést, mert igazából ugye ha minden alkalommal tényleg 10%-nyit haladunk, akkor még 6 és megyek is, majd óra után jövök. Oksa, kitartást. Hopp, ott hullanak. Hullanak az alkatrészek. Jó, jó, nagyon jó. Hopp. Hát ez gyönyörű volt. Az ég áldjon meg. Na, várja, oda, így, és akkor oda föntről. Aha. Hát ez hihetetlen. Aha. Hát ez még mindig szar, de legalább másképp. Az, hogy ott középen az ott mitől fog lebegni, az arról ne beszéljünk. Eltűnt egy lépcső. Juhu. De megfejeltem azt az izét, de durva. Az Istenem nem akar összedőlni, de komolyan. Lehet, hogy én gondolkodok most kifejezetten rosszul, mert eddig mindig levágtuk alulról a dolgokat, most így kicsit összetettebben szopok vele. Nehogy lássad innét. Aha. Aha. Hát, valami lesz. Ja, még ott is van. Hát szép lassan bomlik a dolog. Hogy? De még egyen följebb kell, szerintem menjek. Nézd meg, az egész ott van középen, hát felsírsz. Pedig itt már semmi nem tartja. Előző életem macska voltam. Hihi. Mondjuk jó, mert lefele már legalább tud potyogni, ott már nincs semmi. Mindent összedöntöttem. Úgyhogy ott már nem akadályozza meg semmi. Mégis. Ja, hogy itt még padló is volt. Ó, hogy a jó ég áldjon meg. Akkor lehet, hogy itt ez a baj, várjál. Aha. Jó, itt ez így megindult. Itt a híg. Híg fajta. Viszont itt is van még padlólemez. Ja, viszont ez így marad. Nagyon jó. Ez egy makacs madár. Csak akkor repül, ha belerúgok. Hát, tekintsünk el attól, hogy vannak itt ilyen lebegő részek. Mi baj történhet? Még azt nem tudom, hogy a másik oldal az miért borult annyira össze. Azt lehet, hogy már alulról megbasztattam.
Jó, tűnnek el dolgok, tűnnek el dolgok. Nem kifejezetten jól, vagy ilyenek, de... Még akár az is lehet, hogy a végére sikerül összedönteni nagyjából az egészet. Még ott is van. Hoppá! Lesétáltam, semmi gond. Hopp! Igen, itt az a baj, hogy ezeken a szarokon nem akartam volna feltétlenül előszeretettel sétálgatni. Nem úgy néz ki, hogy muszáj lesz. Az gyönyörű volt. Kicsit szellős a jármű. Csak úgy jelezném. Az a lépcső, igen, az ott meg át. Fűha, az lesz itt a baj, hogy végig lehet nem fogom tudni szétszedni, mert hogy konkrétan probléma van. De nem tudom, mi tartja. Az lesz itt, hogy ezt a részét mindjárt megpróbálom még, hát lentről, ezt még elérem lentről. Aha! Jó, a folyosó ledőtt. Az már valami. Az anyájad. Sutty! Így, és akkor... Nem tudom, mi volt a baja. Ja, ezeket itt oldalt nem nagyon akarja szeretni. Oh, hell no. Hát fűrészeljünk akkor, vagy nem tudom. Nincs jobb ötletem. Nem is tudom, hol van még patentja. Hát ott van egy. Természetesen itt nem látom. Lépcső, lépcső. Úgy, úgy. Az mi volt? Az, hogy hiába ütlegelem azokat ott fönt, azokat részben már nincsenek is ott. Meg nem is mindent fogok elérni. Ez így elég cumi. Semmi nem dől össze. Elképesztő amúgy. De nem tudom, hogy miért. Hát ez itt például... Na mindegy. Levágom én ezt onnét szerintem. Itt, meg a izéket, aztán hát ha történik valami használható. Mert hogy most konkrétan tényleg mi tartja ezeket? Semmi. Ez a legkörülményesebb eddig szerintem az összes közül. Most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ez vajon amiatt, hogy a széle itt ilyen bugos és azt tartja így meg. Ez ugye ez egy rohadt nagy szerkezet így egybe. Aha, valószínűleg az lesz itt a problémája. Nézzétek meg, hogy egyszerűen nem hajlandó összedőlni. Hú, de ez itt, de még ott fönt is, nézd meg, még ott fönt is van. Hogy... Miért? De jó pofa, mint egy smiley olyan a daru. És azon nézzétek meg, még e fölött is van egy ilyen izé egyébként, tehát hogy... Az első duplán van izé illesztve, az ami a fasz lesz.
Örökké nem lebeghet, szerintem. Vagy hát... Igen, attól függ, mert hogyha a széle ennyire bugos, akkor amiatt előfordulhat. Hogy már pedig de, csak azért is lebegni akar. Úgy. Aha, ezek itt széle elemek, ezeket itt egyszerűen nem... Nem is engedi jobban, meg máshogy. Viszont akkor szerintem ez a másik oldalon ugyanennyire körülményes lesz. Ja, ezt itt egészet így végig, ezt is mindet le kell pakolni, basznál meg. Ez így elég kellemetlen, de nem baj, hát... Mász már fel, barátom, ne legyél csicska. Viszont addig kell, ameddig föl tudok egyáltalán ide jönni. Úgyhogy akkor szedjük szét ezt is. Ha neki ez kell, igazából már nem sok minden tarthatja, mert... Mert ugye alulról már szinte mindent kiszedtünk. Na mindegy. Ne váltsál, eszközt köcsök, köszönöm. És ezt még a másik oldalon is. Amúgy az orrával szerintem nem lesz ekkora szopás. Ott talán nincs ennyi anyag. Itt van olyan rész, amit be tudtam omlasztani. Nem tudom, azt hogy csináltam. Lehet, hogy a szegecseket baszkodtam szét, és azért... Rossebb se tudja. Jó. Végül is. Jó. Leesett alul is. Már néhol. Kellemetlen, de ütjük, vágjuk, nem sajnáljuk. Nézd meg, hát mi ez? Mi ez, hogy itt lebeg? Ajajaj! Tehát semmi, tehát valami történt, és azt mondta, hogy oké, kész. Hogy elmenekült? Csak összedűlt. Jó, igazából csak a szélét kellett volna szétszedni, meg az alját. Kicsit több időt tettem bele, mint kellett volna. De most akkor már csak az orra lesz, az már nem olyan veszélyes szerintem. Juh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 u
az elemeket, hogy legyen helyünk gondolkodni. Itt még maradt anyag, ezt nem értem. De meg a másik oldalon is. Tehát részben dőlt ez csak össze. Ezekkel mi a szart fogok csinálni?
ami közvetlenül illeszkedik a izéhez, az, az buzi. Tehát látszik, az nem akar lehet ülni. Egész egyszerűen nem. És most szivathatom itt magamat, hogy ezt vagdaljam lefele mi. Tök jó lesz. Úgyhogy igen, részben összedőlt. Egy bizonyos részét már nem kell akkor basztatni. Másik részével nem vagyunk így jóba. Ami a széléhez illeszkedik, az kifejezetten problémás. Mondjuk annak meg örülök, hogy a közepe összeszakadt. Az nem egy... nem egy utolsó dolog. Jó lesz ez. Ezt megcsináljuk, az talán... hát nem tudom, hogy annyi pénzünk biztos, hogy van, hogy a izét megcsináljuk. A nagyobb kalapácsot. Tízes kalapácsot. Azt nem tudom, hogy lehet, hogy izére át kell állni, hogy a fűrészt is megcsináljuk fullosba. De szerintem az utolsó hajóra már a kalapács meg a fűrész az fullos lesz. Most már nem kell a lámpa, mert most már kapunk levegőt rendesen. Itt mi történik? Biztos sok szemét, kérem szépen. Úgy, még izé is van, figyeld. Ó. De legalább könnyű kirámolni most már. Ó, hogy itt, de tényleg fura, hogy... hát... én szerintem itt lehet, hogy valamit én rontottam el, mert... gyanús, hogy ez ennek azért csak össze kellett volna dőlnie. És nem. És nem. És nem akarja. És kitart. És kemény. És nem csinálja. Mindig ez a rumli ott lenne, az már jól mutat azzal, mert úgy nagyon nincsen baj. Ezekkel a falakkal leszünk szarba. És igazából nem is ez az, ami veszélyes, hanem mert ezek itt egész jól összedőltek, hanem a másik oldal, ott sokkal nagyobb a probléma. Hűha, ott dugol az a lemez ott lent. Nem baj, ha nem nézzük oda, akkor talán nem csinálja. Nem szabad megadni neki azt az örömet, hogy figyeljék. Hát ott, most megint oda néztem, megint mozog. Na, nézd, már nem látja. Na most eldőlt. Jó van. Break. Jó, hogy az ilyen dupla elem volt. Ó, te jó ég. Hát ez valami borzalom. Na most visszarakta magától a fűrészt. Érdekes. Nem értem a játék logikáját. Oh shit. Elfelejtettem, hogy mögöttem fal van. Az úgy nem jó. Nem kellett volna így levágni, mert ide akarok állni. És most se engedi el. Ez nagyon gyász. És a másik oldalon még több van. Én nem tudom, miért nem akar ez összedőlni. Elég köcsög.
Lehet, hogy ezek a hegesztett pontok azok, amiket egyébként szét kellett volna vágni minél hamarabb, és akkor sokkal jobban meggyengült volna a szerkezet. De nekem valahogy gyanús, hogy ez bugos, mert ha megnézitek, hogy a másik oldalon ott a semmiből tartja magát a szerkezet. Nem tűnik egészségesnek. Az vigasztal valahol, hogy az orrába talán már nincs ennyi anyag. De mindegy, mert ez a mai etap, ez csak erről szól, hogy ezt szétszedjük. Úgyhogy tartson, ameddig tartson, tehát én egyik simán. Rengeteg izé van benne. Ilyen hegesztős, nézd meg. Centinként, bazd meg. Két fal idomonként van egy ilyen izé olvasztós genyó. Igen, mert ezek ilyen szobák, vagy milyen faszomok voltak, ugye? Bizonyára amiatt van ez így rommá merevítve. Na akkor, ha minden igaz, egyébként... Cannot reach the load. What? Mert hogy? Ó, basszadak meg, még itt is van anyag lent az, a rumli alatt. Ó, de jó, ó, de jó. Sose volt ilyen jó. Ritkán szopunk ennyit egy hajóval, őszinte leszek. Sütj. És másik oldalon is ugyanúgy ott van. Ah! God damn it. Már nincs oldalfal, tehát én nem is értem, hogy tényleg miért tartja ott fönn magát az egész kóceráj. Úristen, és miért rohadt hosszú ez az egész? Áh, beszarás. És ezt minden egyesével levagdalni. De jó lesz. Sütj. Legalább részben kitakarítunk, mire odáig eljutunk, hogy lehet vinni az elemeket. Messze van az autó is, bassza meg. Na ez itt a vége. Igen, ez itt a vége, és semmi, és nincs át ízéillesztés, hanem csak így megmaradott egy ilyen csík itt így, random.
Hogy örüljünk, azért, hogy örüljünk. Igazából semmi más oka nincs ennek az egésznek. Így. Végig megyünk innét, aztán végig megyünk a másik oldalról. Aztán ledöntjük föntről, aztán eldarúzzuk. És végül jöhet az orra. Igazából megint besötétedett. Akkor is lenullázzuk, akkor is le fogjuk nullázni. Még akkor is, hogyha egyébként nem ezért adja az achievementet, de... De miért ne? Challenge accepted. Kajám az van, ebédre jut. Úgyhogy azzal nem lesz gond, az már megjött. Ja, mert a csövön kifér. Lehetne rosszabb is, hogyha még szarabb eszközöket csinálnám. Akkor még tovább tartana. Arra lennék kíváncsi, hogy a kettőt levágok, akkor itt is ugyanúgy marad, ugyanúgy szétesik, vagy lebegve marad? Az egész fönn marad, érted? Ú, de durva. Hoppá. Puty. Yeah, ez a fele kész. A másik fele még sehol nincs, de... Ugye csinálunk valami rendet, és akkor közelebb állok az autóval, hogy ne kelljen ilyen messzire dobálózni. Itt eléggé szana széjjel szóródtak a dolgok. Hát ez hihetetlen, vedd már föl! Jó édes anyádba szorult fejű. Ah, szakadtál volna bele akkor. Ez hihetetlen. Vedd fe! Mit csináltam másképp, mint az előbb? Te jó Isten! És megint nem. Fogyatékkal él nagyon mostanában. Na melyik fele ez? Egész itt középig, ideig ki kéne pucolni, hogy innit el tudjak vitetni elemeket. A másik oldalt azt már kicsit könnyebben meg tudjam tisztítani. Szuper jó. Igazából ez már szuper jó, mert ha ezt a részt én itt kidobom. Más nem maradt itt, ugye? Akkor mondom, közel ide beállok az autóval, és akkor az már nekünk tök jó lesz, mert nem kell messzire dobálózni. Elég csak hátat fordítani a dolgoknak. Meddig tart ez az elem? Ez a középső. Aha, az a közepe. Igen, és most már nem áll elmetleg semmi az utunkba. Fizikailag. Csak a bugok, de az megszokott. Ez hány részből áll? 6? Ez 6 rész. Jó Isten, nem csoda, hogy ilyen sokáig tart, ez kurva hosszú ez a cucc. És akkor, ja, még föntről is le kell, bassza meg. Vagy
Hát ez meddig tart? Pont idáig. Jó, már nem sokat kell eldobálni. Érdekes, ha az E betűt nyomkorod, akkor sokkal gyorsabban össze tudja szedni, mint ha a kattintást. Fura. Már amikor éppen nem bugos. Azért szedem ezeket itt, de nem a illesztés határáról, mert szétdobálja őket, akkor baszhatjuk. Mindenfelé anyag lesz. Jó. Fölmegyek valahogy. Föl lehet még valahogy. Így, innen is ledobáljuk a szart. Ha már szétszedtük, akkor már nehogy itt hagyjuk. Nem feltétlenül innét kellett volna kezdeni a másik irányból, mert akkor ugye tényleg már vihetnél a francba a cuccot, a daru, de nem baj. Jajjaj. És a másik oldal még ott van. Az orráról nem is beszélve. Ez leszopat rendesen, hogy őszinte legyek. Ez egy kicsit grindolós. Nem olyan könnyen összedönthető, mint ami ennek amúgy tűnt, vagy gondoltam. Ezt elviszi és ide beállok az autóval akkor. De isteni hangja van ennek a cuccnak. Jó, már nem sok van belőle, azért ennél jóval nagyobb cucc volt ez, mikor elkezdtük Pozsonyból. Dolgozik ez a daru? Aha, most jön. Hú, várja már. Itt is van egy izé, azaz. Jó, talán nem maradt rajta semmi, ami így elszóródna. Jó. Imádom, hogy ez a cucc farolgat. Semmi oka nincsen rá, de azért meg mindig ezt csinálja. Jó helyen leszünk. Ez ide le volt esve. Továbbra is folytatom itt a rendrakást, hogy ezt a részt is el tudjuk vinni innét. Ez se kül ide. Ez már itt kijön elméletleg egészen a... Így van. Történtek dolgok, így a fejembe olvadt többek között a doboz. Azt mondtam, hogy az egész orra egy berész amúgy. És akkor ilyen nagy hajóból még ugye van kettő. És elméletileg készülnek az ilyen szuper buildek, tehát hogy nem elég ennyi a készítőknek, hanem még tovább mennek. Hát amúgy kíváncsi leszek, hogy mit hoznak össze. Lehet, hogy most úgy vannak vele, hogy nagyobbat akartok? Akkor nagyobbat kaptok. Én mondom, én nekem a, tényleg, amit itt írt, hogy type-ra, hogy típusra is lesz még újítás, meg különbség. Na, én arra lennék igazából kíváncsi, hogy az mit akar, hogy tényleg lesznek izék, ilyen óceánjárók esetleg, vagy megint kapunk... mi volt az a múltkora?
De gyorsan akartam mondani kompot. Kapunk kompokat például. Mondjuk nekem a tenger alatt járós dolgok is tetszettek, nem azért. Jó pofa volt, meg jó cuccok voltak benne, meg milyenek. Hol van ennek a közepe? Húpan meg. Egyel, odébb még. Aha, ez a közepe. Ja, mert ott még fönt. Aha, igen, megtévesztettem saját magamat. Örülök, hogy ezek a folyosók beszakadtak, de hát... Még így se. Így se az igazi. Jó reggelt, jó munkát, kitartást. Hát, köszönöm szépen, kell. Határozottan kell a kitartás. Nem enged könnyen ez a cucc. A nagy része, fogjuk rá, összedőt. De itt a szélén ez nem nagyon akar. Az ott még mindig lebeg meg minden, úgyhogy... Pff. Úgyhogy nem egyszerű. De igazából... Jó, haladunk végül is. Nem panaszkodhatok. Hol van a közepe? Kitakarítom itt ezt a részt. Tetőtől talpig, hogy el tudjuk darúzni itt a következő elemet is. És akkor frankon nekiállunk szétfűrészelni az agyunkat. Így. Hess! Ez is mehet. Kérem szépen, ez is mehet. Pff, hát igen, rakjunk itt rendet. Olyan értelemben, hogy a többi cuccot legyen hova bedobálni. Munkából csak beköszönök, látom, megy a Karibből munkásai. Javítják a bontó hollandit. Igen. Nyersanyag. Mondjuk a vasemberek. Az igazi vasemberek. Hopp, hello. Ó, az hogy került alá? Micsoda bugok, kérem szépen, micsoda bugok. Úgyhogy ja, csinálgatjuk. Valamikor kész leszek vele. Még idén. Még hogy ez a játék nem fog kibírni 50 órát, azt nem. Már most legalább annyira vagyunk. Lassan. És még mondom, és még két nagy hajó még ott van a folytatásba. Úgyhogy bőven lehet vele szenvedni. Aj! Ez gyönyörű dobás volt, fiam. Na mindegy. Igen, ez itt így fölöttem, ez itt kifejezetten frusztráló. Mert ezt ott, az ott egyáltalán nem fog szétesni, tehát ez fullba szét kell reszelni az agyomat. Most sem tudom feltétlenül, hogy jutok föl, de majd kitalálom. Ej! Az pont elment, jó van. És ez az óra rész, ez az egész egybe van? A faszt, itt még van egy, itt még mindig van egy rész, ami külön. Van valahol választva, te jó ég. Nem egyszerű. Hamarosan megjelenik Jack Sparrow. Az. De hát mondjuk ilyen hajókkal közlekedett, ilyen félig elsüllyedtek. Vedd már föl. Szegény bontó hollandi, majdnem el is fogyott. Hát igen. Már majdnem, de azért majdnemtől még rohadt messze vagyunk, ahogy elnézem. És még mindig bugos a játék, tehát mindig nem segít. Olyan körülményes néha a dolgokat megfogni benne.
Hopp. Nem tudom, mit vettem föl, szerintem a fejem fölül vettem föl valamit. Mert ott is vannak már szétdobálva dolgok. Nem veszi föl, nem akarja fölvenni, nem látja, nem fogja meg. És köszönöm, akkor, hogy hogy lehet patchenként szarabb játékot csinálni, az nekem néha azért rejtély. Na, és akkor ott talál egy szöget, amiből így hopp, ott pont jó. Megint nem látok szart se. Mondjuk a lámpa se sokat segít, mert egyébként a fényében nincs árnyék. Ebből kifolyólag rohadt kellemetlen a szemnek, hogy minden világít. Azt mondta Terra, úgy dől össze, mint a kártyavár. Hát, részben igen. Én látom rosszul, vagy tényleg megült a teherkocsi feneke? Van már rajta súly akkor? Hát 36 tonna van eddig rajta. 126-ot bírt koppon elmehetleg a legnagyobb hajónál. Úgyhogy még bőven fér rá, nem gond. Semmi gond. Ó, de jó lesz itt ezt végig, végig zongorázni. Na mindegy, nem baj. Szétszedem ezt is, aztán följebb megyünk, ott is szétszedem. Mert a Minecraft logika működik és lebegnek a dolgok. A semmin lényegébe. Jó, persze, biztos, hogy valóságban oda vannak hegesztve körbe ezek az elemek, és akkor van rá némi esély, hogy egy ilyen vas szerkezet az meg tud így állni, végül is. A logikásabb részét ezt azért jobban szeretem úgy igazából, hogy amikor ki kell vadászni a dolgokat. És igazából amúgy a játék alapvetően ennyi lenne. Tehát, hogy az, hogy teljesen el lehet bontani a hajót, az igazából valahol részletkérdés. Tehát sehol nem kötelező, egyáltalán nem kötelező, sőt. Kitartás, még visszanézek, amint tudok. Munka van, de nagyon nincs kedv hozzá. Hát ez a hétfő, ez ilyen kitartás, aztán majd akkor még ütközünk. Vagy maximum majd délután este, ahogy szoktam. Úgyis megyünk továbbra is tüzeket oltani. Szívesebben ellennék Starfieldbe, mert lenne dolog rendesen. Ja, belevágtál te is? Nyomjátok. Én nem tudom, én majd, hogyha már lecsengett a hype-ja, így váratlanul akkor esetleg elkezdem. Yeah! Majdnem, most már jó. Szedjük össze, ne legyen itt útba. Nem mintha útba lenne. Aztán följebb megyünk egy szinttel, és akkor megnézzük, hogy ott mi a gyászt csináljak vajon? Mi maradt még? Mi az, ami feltétlenül fontos? Így. Aha. Van még anyag. Hogy jutok oda föl? Azt hiszem így, pókemberre. Ez úgy köbből, ha hazaérek vége. Ja, igen! Ja, hogyha végre... Igen. Hát, még odébb van, de hajrá kitartást. Vagy elmegy az ott? El. Meggyűjtöttem, ez gyors volt. Ez ennyi volt egy óra? Vagy már 45 perc eltett azóta, hogy elmentél? Ne basszál. Megőrülök.
föltárom itt a problémákat. Csak nem veszi föl. Igen, gyorsan telik az idő. Ajajajajak, vagy én nem haladok gyorsan. Scheiße. Na jó, ez máshogyan köl. Ez mit keres itt ez a láda? Rossz helyem? Én meg passzívan itt vagyok, amikor tudok, munka folyik itten. Vagyis ne valami olyasmi. Az a jó, amikor úgy, csak úgy csinálsz, és le fogok merülni, úgyhogy telón van a bérletem. Az jó hangzik. Otthon most hasznosabban telne. Hát ezzel sokan vagyunk így igazából, szerintem. Többek között a kisfiam is reggel. Utálok konyba menni! Utálok! Nem veszem fel a cipőt, nem veszem fel a pulóvert! És mi lesz, hogyha iskolás lesz? És így nem egyszerű. Mondtam neki, én sem szeretek dolgozni, de hát néha muszáj azért. Valamiből csak el kell menni kaját venni. Erre jut eszembe. Meg kellett volna, hogy jöjjön ma a pénz. Mennyi mindent megadnék, hogy ovis legyek. Én nem, egyébként rohadt nagy szívás, de hogy... Tök rossz kajákat esznek, meg mit tudom én, ilyen fasságokat csináltatnak velük, mondókáznak, táncolgatnak. Én azt úgy annyira soha nem is éltem. Nézd meg, normális ez a játék. Én ezt nem mondhatom a benzinkúton, sajna hazafele. Tankolnom kell. Na jó, de volt már fizu, mert akkor más. Ja, hogy te nem mondhatod a bérletet? Vagy melyikre válaszoltál? Mert azt kéne megnézni, hogy azt ott mi tartja. Ezt nem tartja semmi, könyörgök. Hogy a... A Minecraft, túl sokat nézték a fejlesztők, úgy látom. Jó, ezt innen le kell szedni, mielőtt leszedem alóla a cuccot, mert ez itt marad akkor valószínűleg az örökké valóságig. Nem mondom, hogy bugos. Minecraft. Kértem a nagyapámtól karácsonyra egy Minecraftot, és ehhez hozott egy Minecraftot. A brazil nagyapám. Nem baj, ledaráljuk innen ezt is, aztán utána nem lesz már vele több gond. Utána már csak a falak, meg a izé, és utána már csak az orra. Pökpakra meg van még egy másfél-két óra. De meg lesz. Ja, van azért úgy terveztem, hogy egy körülre jó lenne vele végezni. Az talán sikerül is. Ahogy elnézem. Következő hajóra már remélem, hogy meglesznek a... Vagy legalább a kalapács fejlesztett lesz. Bár lehet, hogy a kalapácsot kéne hagyni a picsába is. Azzal csak úgy elkalapálunk, de ezzel a fűrészsel azért... Bár nem tudom, mennyivel lesz erősebb, tehát hogy... Nagyon jelentősen biztos nem. Ezek nincsenek ott azok a falak, csak úgy ott maradtak. Nem tudtam olyan nagyon látványosan meg menőn összedönteni, mint ahogy gondoltam. Vagy ahogy szerettem volna. Inkább a szerettem volna az, ami nem jött össze. Yeah. Szuper jó. Na akkor lássuk, hogy mi maradt még itt. Igen, ez a gondom. Ez itt egy életfájdalom. Na nem baj, ha essünk neki. Sose lesz vége.
Hú. Éhes vagyol? Miért nem vitték kaját? Vagy csak simán... Mondjuk amúgy az a durva, hogy én is így korán keltem és nem ettem olyan sokat. És 4%-on vagyok. Ajaj. Nem vitték töltőt? Milyen dolog ez? Hát akkor gondolom mi már csak délután beszélünk. De mondjuk ma izére Kocs felé jár izé jó busz, ott azon van töltő. Mondjuk ha tök mindegy, mert ha a töltőd nincs, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire van töltő a buszom. De hát igazából gondolom már olyan, de hoztam, csak nincs kedvem felrakni töltőre. What? I don't have any more question. Tényleg a hugom a izébe ott orosz tanult. Te milyen? Te is orosz tanulsz? Vagy alapvetően nem kötelező? Vagy? Nem tudom, mi orosz tanult. Mennyi bajom van? Hát így is mondhatjuk, ez a hétfői nyavaja, ez elég veszélyesen hangzik. Örülök, hogy nekem a hétfő az mindig másik napra esik. Tehát nekünk ritkán van hétfőn indulás, és emiatt így tök jó, mert nekem mindig másik nap hétfő. Megint rendet kell rakni. Mit kérdeztél? Mi kötelező? A nyelv, hogy milyen... Mert a hugom ott nézét tanult, oroszt. De nem tudom, hogy miért, hogy ő ezt így hobbiból csinálta, vagy kellett is neki. Na, van powerbank, csak rohadjon meg már öreg, és kamatosan adja a powert. Ja, hogy így izé, nem mindig, nem a natívot tolja. Na, ezt itt mindig le kell kalapálni. Ezeket a szarokat. Mindig bugos. Köcsög bugos. Az azt igen. Ez jó, én nem gondolkodtam rajta, hogy veszek, vagy megkérem apám, hogy vegyen. 10 000. De várja, az milliamper, ugye? De már csak jó, ha tudja a 4000-et. Egyelőre jobb, mint a semmi. Nekem alapból 8600 milliamperes a telefonnak az aksia. Na jó, rak fel töltőre. Hát igen, ez egy jó megoldásnak hangzik. Emlékszem nálunk középsuliba. Aksa. Mindig ilyen vérre menő harc ment a kockák között. Mármint akinek olyan telefonja volt, hogy kirakhatja föl töltőre, és mindig az ült ott, akinek ugye kellett, és nem volt túl sok konnektor a izébe, mert ki a fasznak az iskola tanterémébe, minek egyáltalán annyi töltő, vagy annyi izé. És ebből kifolyólag rengetegszer volt ebből izé, hogy hú, hagyjuk. Mindig ment a vita, hogy ki ülhet oda. Nekem akkoriban egy V3-as Motorola-m volt, úgyhogy igazából telibe leszartam, az 4 nap plusz áfa, attól függ mennyit telefonáltam. Hát ez a láda, ez nem akarja az igazságot. Itt már nincs más. Majd még lehet, hogy lesz. Vagy portable konnektor. Hiszed magaddal a fallal együtt. Régen volt egy kollégám, ki tépte véletlen a falból, majd nem értette, miért nem tölti a laptopot. Ne! Hát az mondjuk már az egy komoly IQ szint kell, hogy egy ilyet ne értsen az ember. Na, vagdalódzunk. Kezdjük innét mondjuk. Jobb ötletem nincs. Tehát szépen végig leszedünk mindent. Így valahogy. Aztán levágjuk, leütjük, odébb állunk, azt levágjuk, leütjük, odébb állunk, és ez fog menni, kérem, ez fog menni ezen a szakaszon végig, ahogy az előbb
aztán lentről összetakarítunk, megint elviszek innen két elemet, két ilyen izét, ilyen techni részt. Aztán utána bontjuk az orrát. De remélem az valamivel könnyebb lesz, mert ez így azért elég gyász. Mennyit kell vágni. Tudja, hogy itt ezzel volt itt a gond. Szerintem ezeket kellett volna szétszedni, akkor összedőlt volna. Csak ugye ezeket se láttam mindet feltétlenül ugye a faltól. Ilyen need to push. Szét van pusholva minden. De azért mondom, most kíváncsi vagyok, mert itt ki tudjuk próbálni. Levágom ezt. Befagy az eszköz, jó, semmi baj. Levágom ezt, meg ezt. Igen. Levágom onnan alulról. Figyeljétek meg, szerintem ez itt fog lebegni. Hogy mondod? Hogy így faszopó? Az. Pontosan. Egy tökéletes köcsög. Szerintem ez bugos. Ennek itt komoly, komoly szerkezeti problémái vannak az élettel. Azért mondom, hogy hihetetlen másfél óra alatt nem tudtam szétszedni csak ezt a hátsó részét, azért valamikor ennyi idő alatt egy komplett hajót szétszedtünk, tehát nem tudom, hogy ezzel mi van. De ez nem akarja az igazságot. Ezek a szobák tettek be neki szerintem, rengeteg volt itt a helyiség. És amiatt ugye, hát sokáig tart, mire annyira megbontom, hogy összedűljön. Fúgy. Összesen döntik egymást. Fura. Már nincsen sok. Igazából, ja, hát nem, már szerintem több, mint a felénél vagyunk. Úgyhogy tényleg nincs sok. Ebből se ártott volna venni fejlesztést, mert ez is még csak 7-es szintű talán. Ez se a leggyorsabb jószág. Aha, itt meg szétesett. Érdekes. Mindjárt ott vagyunk. Ó, szuper. Már alig van. Elvitetjük az alját. Lehet, hogy még megint közelebb állok, mert azért még elég nagy az orr része is.
Aztán szépen elkezdjük valahogy. Hát elpróbálom ott is alulról megbontani. Hát ha szerencsénk lenne is összecsuklana. Tehát azért van benne anyag sajnos. Lehet, hogy még ott is szívunk egy kicsit. Yes! Hát van ilyen. Ilyen is van, igen, hogy nem veszi föl. Köszönöm. Ez a cucc, mondom, ez a bug se segít, de legalább rohadt sokat hátráltat. Dobás közben elfordulok, az animáció végig megy is, de a cucc ugyanoda repül, ahova eredetleg szántad. Ott fönn is látok még dolgokat. Szóval nem tudom, hogy maradt fönt, és nem tudom, hogy megyek föl. Tada! Magic. Így. Na kérem. Egy. Batnai. Hú, azért ez nem kicsi, bakker. Ez nem kicsi. Ellenben rohadt nagy. Hogy? Hát, igen. Hasonló szarba fogunk lépni szerintem mindjárt, mint amiben az előbb. Úgyhogy nem tudom, mindegy, megpróbálom lentről, aztán majd kiderítjük, hogy vajon működőképes-e a dolog. Ha működik, akkor mákunk van, ha nem működik, akkor szétkalapáljuk az agyunkat. Attól félek, hogy nem fog egyébként működni. Várja, elküldjük vele a másik elemet is. Jó, jó. Unga bunga. Aha, itt már nem lehet átmenni az orr részbe. Nagyon jó, és hát az orrám, vagy hol vagyok egyáltalán? Aha, érdekes. Ó, hogy mindenhova akadjak be, komolyan mondom. Itt le se tudom ütni az elemet. Ja, hogy már le volt. Egy kérek elnézést. Azt sem tudom, hogy jött ide ki ez a két helyiség. Na jó, hash. Jó lesz ez így. Pillanatnyilag jónak tűnik. Oké. Okay. Csak az a hátsó szoba, ez melyik? Ó, te jó Isten. Na várja.
Annyira örülnék, ha összedőne magától. Csak egy kicsit, léci. Hát nem, rohadjon meg, ez egy szar. Nem tudom miért a többi ilyen szerkezeti gyengítés mellett simán összedőlt amúgy. Ez is hol van még? Nem, ez egy nagyon, ez szerintem totál bugos, hogy nem tudom, hogy miért, de hogy nézzek, most se szakad be az egész, tehát hogy úgy szar, hogy van. Hiába szenvedek vele. Egyszerűen nem akar összedűni. Az egész rács itt van, bazd meg, és nem dől össze, véletlenül se. Édes Istenem. Ki van hegesztve az egész. És oda föl se tudok már levitálni se, tehát hogy ennek itt tök jó lett volna, ha összedől. Nem veszi föl, nem, véletlenül se. Hú, bazd meg! Ez nem körülményes, ez idegesítő. Tehát, már ha körülményes, akkor oké, akkor az ember tudja, hogy jó, oké, szopás, meg kell csinálni. De nem, ez inkább csak fasság. Tehát, hogy mindenre háromszor kattintok rá, mert ilyenek vannak, bazd meg, hogy a kalapácsba belebugol az zé. Szétverem az egészet kívül belül, és még mindig ott marad. Ami elengedte azért magát egy kicsit talán jobban. De nem sok minden sajnos, tehát ami ott körbe a szélénél van, az mind cumi. Hát jó. És ez? Ja, hogy ez... Ennyi ízét egy helyre, komolyan. És minden áll, minden ott marad a helyén. Hát, Istenem. Ezt a szart, ez tényleg egy full hulladék, ez nagyon undorító az egész. Nem tud úgy körbe püfölni, meg úgy körbe vágni, hogy magától összeszakadjon. Nem mondom, persze így nehezebb az egész. Így nehezebb az egész, de hogy inkább csak ilyen annoying, tehát hogy na, rossz értelemben nehéz.
sokáig tart, de hogy már idegesítően. Főleg így, hogy szétszedett, hogy hátha, és nem történik semmi, és akkor már nem, át sem tudsz rajta sétálni. Illetve de, csak úgy kell, mint egy matka. Ott most mit ődült meg a izé? Én nem értem. Zseniális. Ott azt hogy oldjam meg? Hopp. Aha. Tehát az, amire nem számítok, hogy leszakad, az leszakad. Amire számítok, az meg baszik rám. Tök jó, mi? Igen, és akkor ezeket most hogy az ördög beszedjem szét? Ez így addig jó. Valami volt. Húba, meg... Ne, pöcsölj már, oda föl, oda lukom be, úgy, azaz, köszöntem. Valamikor leszakad, valamikor nem. Tehát az a gond, hogy ugye nem látszik, de ugye bizonyos szerkezeti részek hivatalosan ugye a külső izéhez vannak rögzítve. Csak ugye azokat itt már nem látod, mert miért látnád? Mert ugye már a külső rég nincs itt. Ebből kifolyólag ugye nem hajlandó összedőlni. Hello lépcső. És látod, ez tudja, hogy külső elem. Ez tudja, hogy külső elem, mert ez nem akar ledőlni. És az összes olyan, ami közvetlen a külsejéhez van valamilyen szempontból rögzítve, az ilyen. Úgyhogy még beleteszünk egy órát biztosan. Mert hogy elég sok ilyen van. Illetve innen föntről kéne kezdeni, mert tényleg itt, ha leszopatom saját magamat, azon nem leszek előrébb. És akkor inkább ezeket a részeket itt megcsinálom, és akkor haladunk lefelé, mint hogy megint ilyen izéken kelljen mászkálni ilyen. Ilyen rács szerkezetem. Mi is a kalapács egy hangulatosabb eszköz. Nekem. Nem tudom miért. Feszültséget le lehet vele vezetni. Na.
Hello. Történtek dolgok. Egész pozitív értelemben dolgok. Egész sok minden megadta magát. Ütörolat magasan vagyunk, hello, azt nézzétek amúgy. Mi a szar? Na innen lekaszaboljuk akkor ezeket a maradványokat. Aztán akkor megyünk egy szinten lejjebb. Meglátjuk, hogy sikerül-e ezzel a logikával valami használható eredményt elérni. Nem így szoktuk, most így lesz, az kész. Bírom, hogy most még izzik, de amint kattintok, újra elalszik, hogy újra föl melegedjen. Érdekes. Na, hány szint van még vajon? Hú, még sok. Bassza meg. Még nagyon sok. Ez egy nagy kihívás ez a cucc. Nagyobb, mint ami ennek elsőnek tűnt. Itt megint szarba leszünk, ha jól érzem a dolgot, mert itt még van alattat valameddig cucc, de aztán idő után már nincs, és ez azt jelenti, hogy akkor... Ja, de nem, mert itt nincs is mit leütni. Tehát, hogy akkor az orra az teljesen egybe van. Ez itt már full az eleje, ez már így is marad. Ez már így egybe fog menni. Ha leesek. Hova tudok innen... jumpolni? Remek. Édesanyád térde kalácsa. És akkor hogy jutok föl? Na, azért rám. Azért rám, hogy ne szórakozz velem. Igen, és identől már csak ez a rész van. Tehát elméletileg, ha ezt... Igen, itt körből leverjük, akkor az már vége. Tehát az van az elejében nem szól bele. Ja. Vagy valami ilyesmi. Majdnem jó. Így, és akkor hát megnézzük, mi történik. Igen, ott várható volt, hogy a még alatta is van szegecs, tehát hogy ez még itt nem fog összedőlni. Azzal tisztában voltam nagyjából. Itt a falak mennyisége, ami alatta van, az egy kicsit azért aggasztóbb. Igen, mert ezek a falak viszont nem fognak ledőlni, tehát nem biztos, hogy elengedik. Üti a semmit. Anyát szeret? Nem ezt akartam nyomni, de mindegy.
Viszont, aha, ja, azok még mindig ott vannak. Kintelen kellett lenni, de muszáj levágni. Potyog is félre, ajaj. Biztos, hogy az jó dolog nekünk. Itt totál káros, itt mi ez a sok izé itt? Nézzétek már. Itt is egy, a másikkal szemben is dupla van. Mi a fasz? De miért? Itt is duplázva van. Érdekes. Nekem csak az volt a fura, hogy a szegecs alatt is van izé. Patent, vagy mi a fasznak mondjam. Hú, de mondtam már, hogy imádlak. Nézd, nem is nem tudok oda ütni, bazd meg, mert egyszerűen benn van az ajtókeret alatt. Várjál. Úgy, ekkorát lépjél, bazd meg. Jaj, nem, mert nem lát, de jó. Ez szopatós, ez kibaszott szopatós. Ez mi ez a pici luk itt, te jó ég? Volt egy WC vagy mi? Mögötte még van fal. Meg ilyenek. Ott meg elfelejtettem leütni ezt a szart. Ó, meg ott fönt is volt még egy ilyen kis picsa darab. Hopp, az lehullott. Az nagyon jó, az rendben van. Így. Itt van még maradék. Jó, nem baj, ez már csak az eleje. Én nem, már tényleg nincsen sok. Talán. Hát ez mi? Megőrülök tőle amúgy, hogy így berakja a szegecset a izé alá. De csak olyan aranyos. És ne lebegnél itt tovább, tényleg. Semmi nem dől össze. Ez, ideg bajt kapok tőle, komolyan mondom, hogy nem tudom összeborítani a dolgokat. Nem, mint hogyha, mondom, nem lenne alapvetően ez a feladat, de hogy azért ennél valahogy sokkal jobban ment eddig. És most itt állok a semmi már megint. Ah! Úristen, hagyjál, ez egy fasság. Kiütöm ezt, és itt állok a semmin. Nincs alattam semmi. Miért? Menj már francba, hát ez milyen undorító már. És csak azért is itt áll, bazd meg. Csak azért se tudom izéni. Ez nem jó. Ez gusztustalanul lett megoldva. Ne vásd már el az eszközt. Ilyen félelemek. Ennek nem jó a szerkezete, vagy nem tudom, hogy ennek mi baja van. Ezért is most se dől össze, pedig már szét van az izébe, gyengítve. Hát ez nagyon gáz. És itt lebeg a levegőbe. Vagy akkor essek le, tényleg.
Hopp, és még most is ott van. Én nem tudom, mi ment félre, de ez a hajó, ez nem jó. Aha, hogy jutok vissza egyáltalán? Ez mi volt, bástya? Te jó ég, hát hogy? Azt hittem, így átrántom magamat, de nem igazán akart úgy működni. És akkor még itt is, ez mondjuk lehet, hogy már összeszakadna talán. Már ez is csak ilyen félelem. Vagy a rossz sem tudja, mikor van a fal alatt egyben, meg mikor nem. Ott is van egyébként fönn még maradék. Mondjuk itt még nem is volt elszegecselve, de... De ahogy elnézem, okkal. Nem fér hozzá, bazd meg. Olyan úgy sikerült kicentizni ezeket a szarokat, hogy nem is fér oda. Jó, itt ezekkel a fél... Aha, ilyen fél elemekkel ez kicsit ilyen... Érdekesen néz ki. Ott megint maradt egy a szélén. Engedjük el, srácok, itt fűrészelni kell, bazd meg, égtelen mennyiségűt. Jobb klikkel rámész, hogy bontsa le ajzét, lökje meg, a kontaktok ez belefagy a kezébe a kalapács, tehát hogy az azonnal abba a pillanatba. Még itt is hagytam, de jó. Lefele még van, vagy 3 szint. Elég kegyetlen, de mindegy. Ja, hát azért... Uff. Ja, itt még van. Ez az eleje. Ezt már el lehetne darúzni innét, ne idegelj. Hogy? Még nem, ez mind azért nem. Na challenge, hadd látom, hogy ha itt eltüntetjük a falat, akkor mi lesz? Jó, hogy ezt ott fővettem, mert belesétáltam volna egyből a lukba. Még itt szerintem... Jaj, itt még kifelé is potyogott, hanem, hogy figyelni kell. Össze kell pakolni, mikor minden alakul. De itt a következő kérdésem. Itt nem tudom, milyen lehetett az elem. Az az oldalelem. De ha én itten ezt így... Ah, mondjuk az mindegy. Hát nem történt igazából semmi. Itt is csak ilyen mutatóba dőtek el dolgok. Aha, jó, itt mondjuk most jó volt. Ott már annyira nem. Jó, mindegy, ez már így marad. Mármint, hogy így csináljuk, mert máshogy nincs ötletem. Ezért nem vitettem el innét az elejét, mert
Konkrétan hogy állnék ide, hogyha... Lényegében sehogy, ami alapvetően nem feltétlenül probléma, csak... Így azért csak könnyebb. Még van hova jumpolni. Ez szélelem, ez biztos. Ez is. Itt is jó furán néz ki, hogy most akkor ez egybe van, vagy külön? Hát, hogy össze van forgatva két. Nem, ez egybe volt, vagy legalábbis egyben leesett. Oda lent alakul a kupi. De jó, ez alatt viszont már nincsen annyi szint, ha jól látom. Aha. Hát mondjuk, hogyha őszintén megkérdeztetek volna, lehet, hogy nem erre számítok. Tehát, hogy azt mondtam volna, hogy nem ez fog történni, de... De ez történt. Semmi gond, már nincs sok. Amúgy most már tényleg nincs, tehát hogy igazából ott alul szétszedünk még mindent. Itt is még egy kicsit tisztogatunk, ahogy elnézem. Ez alatt már csak, ja, ez alatt már csak egy szint van, tehát az ott már legalsó. Ezt itt szétszedtük, akkor vége. Hoppá, ez mitől hullott le? Az meg mitől nem? Na végre, valami eredmény. Haha! Úgy jobb klik. Jó, itt még ezt itt biztos, hogy le kell vágni, meg ott lent valószínűleg nagyon sokat, de szerintem most már csak egy negyed óra az kész. Ez nagyon szenvedős volt, de lehet, hogy én csináltam rohadt rosszul, meg nagyon kíváncsi leszek most. Meg fogom nézni Terratlannak a izét, amit linkelt, hogy mi a trükk, mert hogy ők talált valami megoldást. Direkt nem néztem meg, mert mondom, megküzdök saját magam. De tényleg rohadt sokáig tartott. Szervusz Terratlon, emlegetni kellett, csak látod? Üdvözlök mindenkit, sziasztok, mi a helyzet? Szenvedek, hogyha valaki esetleg kérdezné. Hogy miért, azt igazából nem tudom. Biztos azért, mert szeretem. Már csináljunk itt valami rendet, mert... Oh, hello. Mert itt már azt se látom, mit kell fűrészeni, mit nem. Van még mit. De már végén vagyunk, most már tényleg a végén, tehát azért most már nem olyan veszélyes a dolog.
Így. Halló, halló. Nem tudok, nem, odaig nem ér el a kezem. Nem tudok átnyúlni, jó. Akkor nem nyúlunk át. Na, ez van. Valami elképesztően kellemetlen ez a hajó. Mielőtt kérdeznéd. Rohadt régóta szívok vele. Bár mondjuk, ja, végül is. Ez már a... Ez e fölött még kettő van. Úgyhogy igazából nem véletlenül lehet, hogy ez ilyen körülményes. Nagyjából jól összedőlt egyébként a hátulja. Annak viszont ilyen szempontból már örülök. Az lett volna még csak aranyos, hogyha még azzal tovább kell szenvedni, vagy még többet. Én nekem az a fura, hogy itt már nincsenek is olyan hegesztett elemek. Azt mégse dől össze. Na, miért volt ilyen nagy hangja? Összezavarnak az effektek, kérem. Összezavarnak az effektek. Mekkora volt az a tök, hogy még ez az első része még mindig ennyire nagy. Jó Isten. Egy első ránézésen nem is tűnt olyannak. Aztán közben mégis. Hopp. Lehet kéne lámpát kapcsolni itt bent, mert nem látok szart se. Kipakoljuk, ami már mozdítható. És ha minden jól megy, akkor elméletileg... Aha. Már nem kell sokat vágni. Na jó, azért de. Még azért bőven kell, de... Már nem olyan veszélyes. Fani. Sziasztok. Mizu. Szenvedés. Az élet. Egy igazi szenvedés. Ez a hajó kikészít. Ez kurva nehezen akar összedőlni. Most már a végén járok, de... Fú. Valami elképesztő, hogy mennyit szívtam le. Mindig nem borult le. Hát nagy része már leborult. Azért, de... De azért még, azért nem volt egyszerű. Megnézem, mindenképpen meg kurva kíváncsi vagyok, hogy mit basztam el, vagy mi lett volna a lényeg. Hát, ha tanulok belőle. De rengeteg ilyen vas szerkezetes rész maradt fönt, amit nem értek. De ez már tényleg csak a maradvány, mert amúgy igazából... Szerintem az orra az... Ja, az már talán kész. Gyakorlatilag ezt alsó hangon egy olyan majdnem 5 óra volt még nekem is szétszedni. De semmi nem dől össze magától. Semmi. Itt a szélén szinte minden ilyen passzív. Nem tudom miért. Mindennel egymásba van függve. És tiszta Minecraft logika, tehát hogy így... És akkor az ott így lebeg, tehát hogy így...
Én nem tudom, mi van vele, lehet nem szereti az ilyen betöltögetéseket, a Frost sem tudja. De... valahogy nem. Nem adja könnyen magát. Az a láda hogy került oda középre? Kihullott valahogy. Igen. Pucsim. Úgy, rámoljunk ki, hogy lássuk, hogy mit basztam el. Istenem, vétkeztem ezt a viccet, most szétestem. Miért veszélyes a depis atombomba? Mert szegénynek könnyebben meghasad a szíve. Aha. Jó, oké, köszönjük. Az igen, az egy 180 kilós láda volt. Mindjárt kész vagyunk ezzel a rémálommal. Szedd már föl. Na végre. Nem mindegy, hogy melyik irányból nyúlok hozzá. Aztán végképp nem. Egy, kettő, három, négy, öt, valami hat, 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 nyolc, ilyen, jó, mindjárt kész vagyunk, mindjárt kész vagyunk. Ne se hiszem. Jó, ugye ezért része az már mehet is. Az a durva, hogy egyébként az anyagoknak szinte alig van ára, tehát hogy nem is, itt nem azzal tudsz rengeteg pénzt összeszedni, hanem azzal, hogy frankóna izét tolod a konteszteket. Az, hogy az összes hajót én is ilyen mazoizmusból, de teljesen szétszedem, az csak egy ilyen... ez csak egy ilyen... Jézusom, már megijedtem, hogy mi a fasz repül itt mellettem, te jó ég. Pedig én szóltam a darunak. Szóval alapvetően így, ja, ez mind ilyen önszorgalom. Mert hogy amúgy semmi különösebb értelme nincs. Főleg, hogyha már mondjuk minden eszközöt ki van fejlesztve, akkor egyáltalán nincs értelme. Mert ugye az anyag az csak ahhoz kell, a nyersanyag. Tehát be lesz több mint 10 tonna ilyen vázanyag. Az mondjuk azért elég kemény. No kérem, azt hiszem, hogy ebben a pillanatban kész. Puty. A marha mekkora dög volt, te jó ég. Mekkora már ez az orrész, hogy ez mitől áll így meg, azt nem tudom, azt ne kérdezzétek. De kész! Kész van! Na, ezután aztán megyek egy jót ebédelni. Aztán fölkészülünk az esti ízére. Továbbra is runnerezni kéne, hogy minél hamarabb elérjük British Columbiát. GG, megvan. Mint az állat, úgy megvan. De csak mert én ökör állat vagyok, amúgy már réges rég megvan. Még igazából a 2 óra alatt megvoltak a kontraktok belőle. Tehát amúgy a kontraktot farmolni nem feltétlenül lenne ez egy szarhajó. Na vidd ezt is a picsába, mert kell a fasznak ide. Ja, most már az viszont az összes nyersanyag, ami most helyben van, az mind izé. Már bontod a hajót.
Talán ez ide illik. No offense. Mi volt az utolsó mondat, ami Terminátor hálat áll? Dick már színes film. Igen. A tesók. Hoppá, várjál. Ez mi itt az út közepén? Hello. Közben elvitték a bontó hollandit? Na, király. Ez volt az utolsó eleme, így van. Úgyhogy elmehetleg itt... Mert már csak hulladékok vannak. A többé-kevésbé. Azért itt van elszóra még. Te nem, mi a szar? Hát... Csomó anyag, hello. Az igen. Az jól ott volt hagyva. Még hogy visszajöttem körbenézni, hello. Megint itt vagy, juhú! Pont végeztünk, juhú! Ez rohadt nagy volt, bakker, nézzétek már, hogy... Már csak itt a nyoma is. Áh! Állatság ez a játék. Na mindegy, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit préselnek bele majd még tartalmilag. Nekünk még van kettő hajónk addig is. Hát ja, addig is durva lesz. 12 tonna nyers vázanyag volt benne. Még van 2 órám. Dam 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 dam. Én meg megyek. És szortolok, úgyhogy mindenki készüljön fel, mert ez sokáig is fog tartani és hangos is lesz. Én is halkabra veszem magamnak szerintem. Hogy halkul ez így? Én megint eltűnök, nekem meg még fél ötig, aztán úgy megyek haza. Ha végbe rúgtak volna. Hát kitartás, hajrá! Addig is. De jó lesz. Picsába, oda basztam a kombót. Ez a rész nem megy mostanában. Főleg, hogy ez a kurva hordó, ez miért nem sárga, azt a rossz ötlet ugye. Kék a hordó, és akkor sárgába kerül illetni el. Néhány szállat is dobkozni. Sőt, nem ugassam meg. Mit nyomadtatok? Miért nem hallottam? Ja, Riper, ez nem jött, ez nem szól. Én nem hallottam? Fogásról. Kiakadt a játéktól. Ne olvassam a csetet kombózás közben, jó? Nem megy. Szia, Sangoku. De nem tudom, miért akadt volna ki a játéktól. Nem a más is járt így. De az előbb viszont az így működött. A roundabout. Ja, az lehet visszat kell tegyem a hangot, úgyhogy megőrülni. Megint mész. Kitartást, srácok. Az anyájadat, hát... Nem megy a kombó. Elbasszom az egészet. Mindegy, igazából, hogy nem a pénz a legnagyobb probléma, hanem inkább az, hogy az anyag meg legyen. Nem, már csak az kell a fejleszteni. Hopp, volt egy kék, figyeltétek? Nem. Az anyád. Elég gyors. Az elején még tök jó ment, ugyan egy 2-300 kombóig nem volt baj. Most mi volt? De aztán amióta ilyen izé... Aha, azóta nem megy. Jó van. Ennyi. Mindent is kiválogattunk. Amit így lehetett. Küldetések elméletileg megvannak. Hoppá! Ott az a hordó, az oda van betonozva, az betonna meg van tőtve. Betoncefre. Azon gondolkodtam, hogy befér egyébként az illünk ide a ponyva alá. Azt a micsoda full első osztályú izé. Garázs, figyeld a... Tökéletes. Hihi. No. Ezt a szartinét le is scrappeljük szerintem.
tanker, az anyját, az tanker. De amúgy az a durva, hogy itt a rajzokon, meg mintha sivatagok közepén lennének a hajók, fura. Na, ezt scrappeljük, mert kontraktok leklémelve, azért az már meg is van, azt már meg is kaptuk hozzá, azt hiszem. Úgyhogy tőle elköszönünk. Így. Kettő hajónk van még. Egy nagyon nagy szopás, meg egy ultra nagy szopás. Bulk carrier ship, azt a mindenit, container ship. Csak nincs meg az eleje. Hát igen. Ezek már nem kis mutatványok lesznek. 1750, tehát azt azért úgy kell kibalanszolni itt a vásárolgatást, hogy azért az megmaradjon. Viszont itt a kontraktokon azért már, azért már jönnek be dolgok. Kövi hajó melyik lesz? Hát tudom már, ő lesz az acélgyöngy, vagy rozsdásgyöngy. Melyik jobb? Nem tudom. Valamelyik ilyesmi. Multivújti. Az Aramanó az, hát ez kurva nagy. Ez egy egybehajó. Na mindegy. Most nem hívom le egyelőre, majd maximum legközelebb kezdéskor. Gyorsan átnézzük, hogy mit lehet most csinálni. Nincs hood. Az nem jó. Srácok, nincs hood. Nyomtam valamit, amit nem kellett volna. Na most van. Most jött vissza a hood. 3600 és bőtjével gyorsabb lenne, te jó isten. Az mi az easy hard medium ott fönn bal oldalt? Mert ehhez meg 900 kell csak. Ezt abban a pillanatban. Hopp! Craft level 10. Hammer. 1007-et kéne a izére meghagyni. 3006, akkor még maradna. Nem fog kijönni bassza meg pénzből. A torcs az annyira nem, talán annyira nem veszélyes, de hogy így... Fűrészből jó lenne megvenni. Mennyit tudok ebből kiszedni? Nem valami sokat, az a baj. Mennyi az összes, ha mindent eladunk? 1100... alig 2000. Az a kérdés, hogy mennyi kéne nekünk. Na várjál, megveszem ezt a szart. Oké, megvettük. És ehhez még kell 900. De milyen anyagok, várjál? 100 liquid és 300 kg equipment. Tehát akkor gyakorlatilag a non-metált, meg a vasat, azt telibe eladhatod. Tehát ezt így mind eladom. Non-metál. Várjál. Adjuk el az összes vasat, az nem fog kelleni. Oké. Az úgy jó is. Az úgy jó is, nézzétek csak. Puff. Tökéletes. Ennyi. Fullos a felszerelés. Mi az a torkalapács? Mi a szar ezt te? És már ilyen piros lap van benne. Jöhetnek a nagy hajók, gec, olyat oda vágunk. Olyat, de olyat oda vágunk, hogy beszarás. Jeeee, yeah, most hallatszik a taps. Na az a helyzet, hogy elmehetleg akkor így meg tudom venni a hajót is, tehát akkor egyelőre ennyi. Kötél meg a torcs az egyelőre mindegy, majd a kesztyű meg a láda lesz még, ami ilyen projekt cucc. Ugye megnézem, hogy azokhoz egyébként melyik szinten vagyunk. Aha, ezek a 900-as. Hát még azért egy... Néhány tízezret szerintem elbaszunk, mire ez a kettő meg a torcs is meg lesz, de azokból igazából egy erőre ugye elég volt ez, tehát persze sokat gyorsítana, hogyha 200 valahány kilókat tudnék összeszedni, de annyira nem para, viszont akkor csináljuk már azt, csak úgy kíváncsiságképpen, hol a multi? Itt a multi vojti, megvesszük a multi vojtit, és csak kíváncsiságképpen odaszaladok és ütünk egyet.
Mármint, hogy így szegecsre, meg vágunk egyet, hogy így... Hogy így ez most így mit mutat. Nem is olyan nagy ez. Ja, hát így közelről már de. Multivolti. Ő lesz a következő alanyunk. Hát ő is áll vagy. 1, 2, 3. Hát egy olyan 6-8. Hát 8 inkább. 8 elemből biztos. Na a kérdés pedig a következő. Oh, mutasd magad. Azaz. Azaz. És akkor figyeld a piros vágólapot. Úgy. Hiába nagy itt a hajó, gyerekek. Mint a picsa, úgy szét fogjuk szedni. Azért ez így, hogy, hogy egy ütés, egy szegecs. Azért csak jobb lesz. Ó, szuper. Szuper. Na, hát azért így már lehet majd dolgozni. Azért még lehet, hogy megküzdünk majd. A... Az ilyen olvasztós részekkel, de igazából ugyanaz a, az olyanaz a technikai szint, mint az előbb, úgyhogy ezek a nagy hajók is csak ennyit tudnak, és nem többet. Úgyhogy innen fogjuk majd legközelebb folytatni szerintem. Szép nagy legény azért. Itt valószínűleg azzal lesz a gond, amit ugye Tara is mondott, hogy a szintekkel, hogy magas, tehát hogy sok emelet van benne, úgyhogy most így nagyon komolyabban fel se fedezzük. Ha minden jól megy, és nagyon remélem, hogy minden jól fog menni, holnap reggel 8 óra környékén jönnek a bekötni a netet, mármint hogy a normálisabbat, ami úgy fog kinézni, hogy akkor talán, ha még időben végeznek délelőtt, akkor már ki is tudjuk próbálni újra a natív felbontásomat, tehát vissza tudok állni 7-20-ról 10-50-re, és akkor már nagyon örülni fog a szívem, mert akkor már utána csak majd valahogy a kábelt kell levezessem, és akkor beleszek kötve újra a normális internetre. Nem tudom, hogy hol fogom ezt megoldani, de majd valahol megoldom. Tényleg fogalmam sincs, hogy hol fog elmenni a kábel. Na mindegy. Tolunk rá egy ilyen széfet. Yeah! Így, kérem szépen így. Gyönyörűségesen. Átteszem magamat ide. Ez itt hogy ki volt fagyva, de fura. És akkor azt kéne megnéznünk, hogy esetleg... Aha. Manó még nincs live-ba, mi? Miért nincsen? Valaki szóljon neki, hogy kapkodja magát. Na mindegy, nem fogok sokat várni rá, úgyhogy akkor én leköszönök. És akkor nagyjából olyan 5 óra környékén, ahogyan az lenni is szokott, kezdünk majd egy runnerezést. Ameddig megy. Aztán még lehet, hogy majd a héten csinálunk egy farm life-os cuccot is. De mondom, én most nagyon szeretném a runner tekerni. A holnapi napon az internetbekötésnek az időintervalluma határozza meg, hogy leszek-e délelőtt. Szerdán meg valószínűleg nem leszek délelőtt, mert hogy 10:40-re kell menjek Borbéhoz, onnan délre hazaérek, tehát hogy ott a délelőtt az kiesett. Csütörtökön meg majd valamivel szöszölünk még, mert aznap megindulok. Úgyhogy ott ki kell találni valamit, mert egyébként a múltkor is az volt a baj, hogy tök jó, hogy befejeztük a projektet, amit aznap elkezdtem, de az volt vele a kínos probléma, hogy utána viszont rohadt fáradt voltam egész végig a műszakban, ami nagyon nem életbiztosítás. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, így a szurkolást, hogy ezt is így végig szenvedtük, akkor legközelebb a következővel fogjuk majd folytatni, amint lesz rá lehetőség. Remélhetőleg így holnap, aztán hogyha véletlenül mégse, akkor mondom, akkor még csütörtökön délelőtt még meg lessük. Így másfél-két órát beletekerünk is, és akkor az úgy jó lesz. Addig is további jó szórakozást, kitartást annak, aki munkában van vagy iskolában, bár az a kettő nem sokba tér el, csak annyi, hogy az iskola talán nagyobb szopás. és találkozunk nem sokára a lehető legközelebbi alkalommal. Addig is még egyszer jó játékot, jó szórakozást. Sziasztok!